Pál azért sürgeti, hogy ne az embereknek a teste és vére leharcoljatok, hanem a láthatatlan szellemi részét lássátok, hogy mi az, ami az ember mögött van, mi az a sötét erő, ami az embernek a szívét, szellemét rapságban tartja, és azon keresztül, a romlott szívén keresztül irányítja a személyiségét, ezért nem fizikai erőszakot kell alkalmazni a lázadó emberekkel szemben, hanem könyörögni kell értük imádkozni kell, különböző imafarmákat, hirdetni kell az Isten országon, az evangéliumát, hogy az ige bekerüljön a szívükbe, hogy elkezdjen a szívükben munkálkodni, hogy felszabaduljon a szívükben az a képesség, hogy el tudjanak szakadni azoktól a gonosz szellemi lényektől, amelyek előtte a testüket és a vérüket az ördög szolgálatára használtak. Mert Istenek az a terve, hogy mindenkit meg akar menteni. És ezért tehát az emberekkel nem kell konfrontálni, nyilvánvalóan a rosszal szembe kell állni, hanem a konfrontáció harc. Azok ellen a sötét szellemi erők ellen zajlik, ami az embereket irányítja, hogy rossz dolgokat, piszkos dolgokat tegyenek. De az emberek ezt nem látják, akkor elkezdenek a látható részével az embernek birkózni, az büntetni, az gyalázni, szeretetlenek lesznek, gyűlölködők lesznek, és valójában megakadályozzák azt, hogy az emberek megtérjenek, megszabaduljanak, vagy visszaeső emberek helyreálljanak. Világos? Csak spirituális aspektusból, világnézetből lehet jól szolgálni az Istenek, a munka, Istenek az igazságát az embereknek az életében. Az igazság te szabaddá, az igazság pedig Jézus Krisztus. Ha akik befogadják Jézus Krisztust hittel, és elhagyják a bűneiket, a kapun által mennek, kilépnek a sötétségnek, gonosz erőknek a hatalmalól, és bekerülnek Istennek a hatalma alá. Tehát éppen ezért Isten azt akarja, hogy mindenki harcosa legyen Jézus Krisztusnak, és a gonosz ellen harcoljon használja azt a hatalmat, amivel, amit megkap az újjászületéskor, és nyilván az engedelmesség által ez a hatalom minden keresztény életébe növekedni fog, és használja azt az erőt, amit a Szent Szellemmel való betöltekezés által nyer, mert ezzel a hatalommal és erővel küldte ki Jézus a tanítványokat, hogy hirdessék Istenek az országát, betegeket gyógyítsanak, démonokat üzzenek, poklosokat tisztítsanak, és mondják az embereknek, hogy az Isten országa elközelített. Ma is ez az üzenet. És ezt az üzenetet hitelesen a Krisztusnak a hatalmával és a Szent Szelemmel az erejével tudjuk csak betölteni.